Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csatlakozz az öleget, és légy behozzák a parallaxisba. Parallaxis. reggelt, jó reggelt kívánok! Ez itt valóban a Tilos Rádió, a 90,3 MHz frekvenciájú frekvencia modulált sávon, és benne a Szokolébresztő című műsor. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, és gyönyörű hétfő reggel van, július 25-e, és ez egyébként a jubileumi szokolébresztő, a 137-dik, hogy a 137 az miért jubileumi, ahhoz talán némileg fizikusnak kell lenni, vagy fizikával kell foglalkozni, mert a 137 azon kívül, hogy gyönyörű prim szám, az bizony nem más, mint a finom szerkezeti állandó reciproka, tehát egy jó közelítéssel, tehát mindenképpen egy olyasmi, ami egy rejtélyes számérték a fizikában, és ezért óriási tiszteletnek örvend, tehát ez szinte ugyanolyan fontos, mint hogyha ez a századik, vagy a 150. adás lenne, és ezért is rendkívül nagy örömömre szolgál, hogy nem egyedül vagyok itt, hanem itt ül velem szemben a zöld mikrofonnál, Rezsabek Nándi. Jó reggelt kívánok, szia! Szia Miklós, nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Szokol és a Tilos Rádió hallgatóit, én is. I, I, és hát ugye a, bajban vagyok, de most megpróbálok hozzád valami bevezetőt mondani, de igazából neked annyi minden titulusod, hogy az elképesztő. Azt hiszem, hogy leginkább akkor ér 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 érthetik meg a kedves hallgatók, hogy miért mondom ezt, hogyha például rápillantanak a blogodra, ami a Rezsabek Nándor Science Blog, tehát a nevedet viselő tudományos blog, és hát ugye elképesztő, hogy mi mindennel foglalkozol, tehát ö, e, hogyha csak, csak erre rátekintünk, akkor láthatjuk azt, hogy amellett, hogy te egyébként alkalmazott uh, környezetkutató uh, vagy, illetve uh, hát tudományos újságíró, de hát uh, osztopos szerepet van mindenféle fontos társaságban. Ezek közül az egyik például maga a Tudományos Újságíró Klubja, de lehet itt említeni például a Magyar Meteoritikai Társaságot, és hát uh, rege, több könyvnek vagy a szerzője, uh, Oktatsz Egyetemen, vagyis a Vezli Főiskolán, illetve hát a könyvek között egyébként találunk például tudományos könyvet, életrajzi tárgyú könyveket, például a, gondoljunk itt például a Sztrókai Kálmáról írt, írt borzasztóan olvasmányos könyvedre, amit múltkor megkaptam tőled, közöm szépen, de találunk itt például verses, könyv, verses, kötetet is, tehát igazából nem egyszerű téged néhány szóban összefoglalni, de most elsősorban azt hiszem, hogy az, az indított arra, hogy, hogy, hogy mindenképp elhívjalak ebbe a műsorba, hogy hát annak ellenére, hogy mi mindenféle ilyen podcastban, meg és miben beszél, beszélgettünk már egymással, de hát az ilyen covidos online találkozások voltak ezek, tehát igazából ez a harmadik alkalom, vagy negyedik alkalom, hogy mi személyesen találkozunk. És abból az egyik első az egy tök véletlen dolog volt, mert kiderült, hogy egy, egy kedves családi barátaink ugyanabban a házban laknak, mint te. Ez egy teljesen független történet volt. És amikor ezt itt kiderítettük, megláttam a nevedet ugye a, a, a kaputelefonon, akkor persze azonnal. Összehoztuk a találkozót, ha már így alakult, és akkor legnagyobb megdöbbenésemre, és csodálatomra, némileg bevezettél engem a, hát nem kicsi, enyhén szólva, meteorit gyűjteményedbe, amelynek keretében tényleg sorban pakoltad elő a naprendszer legkülönbözőbb szilárd testeiről származó mindenféle mintákat, beleértve a nagybolygókat is. Ahonnan szintén érkeznek meteoritok, vagy akár a holdat, törpebolygókat, stb. Tehát, hogy, hogy egészen elképesztő gyűjtemény került elém, és hát én ugye nem lévén szakértője ennek az egésznek, teljesen elkerekedett szemmel és csodálattal néztem. És akkor megfogalmazódott bennem, hogy erről a tematikáról mindenképp kell egy adás, mert te csinálsz mindent. meteoritikai Társaságot már említettem, de szerveztek ilyen kirándulásokat, pontosabban szólva expedíciókat nagyobb méretű meteorkráterekhez és, és mindenféle ilyen. És benne vagytok, tehát sok mindent kell ma tisztáznunk, egyrészt, hogy egyáltalán mik azok a meteorok, mik azok a meteoritok, vagy meteoritek, eleve hogy kell ezt mondani, mi a különbség a hullócsillag meg a kezedbe fogható kő között, vagy vas között, honnan jönnek, honnan tudjuk, hogy onnan jönnek, honnan lehet ilyeneket beszerezni, hogyan csináltok expedíciókat kráterekhez, mi, szóval, hogy látod, rengeteg mindent kell belezsúfolnunk kevesebb, mint egy órába. Tehát először is talán azt kérném, hogy, hogy és mesél valamit arról, hogy egyáltalán hogy, hogyan kerül az ember a, 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 az ilyen égből érkező mennybéli kövek vagy vasdarabok bűvkörébe, és, és hát hogyan működik egy, hogyan lesz ez a meteorit gyűjtés vagy meteorit kutatás? Hogyan kell ezt elképzelni? Köszönöm a, a kérdést. Pár évvel ezelőtt, amikor ennek pont egy kerek évfordulója volt, egy Pont ugye említetted a blogomat, ott megpróbáltam ennek a genezisét így utólag papírra vetni, hogy honnan indult és hogy kezdődött. Ugye van egy kiindulási pont, ez egész konkrét, 2009 volt, amikor eh, akkor az Albireo Amatőr Csillagászklub Egyesületnek voltam a, az elnöke, és a, az Albireo partnere a Göncöl Alapítvány és Szövetség szervezett a Váci Göncölházban egy programot, ahol Bérci Szaniszlónak volt egy holdas előadása, mellette pedig egy meteoritokat lehetett vásárolni. Én ott vettem az első egy, egy kínai hullásból a szánoz, a Nantanból egy darabot, illetve egy földi eredetű, de meteorit becsapódáshoz kapcsolódó tektitet. Ugye, annyi, hogy a, ugye mindig a genezisnek vannak előzményei, és ugye én annyi, hogy mint tudományos újságíró, különböző lapokban már korábban is írtam, elsősorban nem is meteori, de meteor témában különböző, de mondja erről akkor azért érdemes némi fogalmat tisztelni. Ja, ezt mindenképp tisztelni kell, igen. De igen, írtam tisztelni. ilyen cikkeket, meg magam is ö, ilyen amatőr meteor észlelőként tevékenykedtem, nem is ö, olyan kiterjedtem, mint sokan, viszont azt is hozzá kell tenni, hogy, hogy ebbe, mint úgy mondom, hogy amatőr csillagászati megfigyelési téma, a meteorészlelés és a változócsillagészlelés, mert az a két terület, ahol van értelme az amatőrök munkájának is, hiszen itt olyan mennyiségű adatra van szükség, amit nyilván szakemberek nem tudnak, ők nem mennek ki az ég alá, és számolják nyilván egész más metodikkal van, viszont ezek az amatőr amatőrcsillagészlelések használtak. Tehát volt egy ilyen előzmény, illetve még egy, ö, egyszer megkerestek, ugye ez egy nagyon szokásos történet ebben a szénában, hogy ugye meteoritot találunk, Á, ez ezt mindig azt szoktam mondani, mint hogy UFO t ugye olyanok látnak Amerikába a kaliforniai háziasszony, és azok szokták látni, vagy a farmon valaki, és általában pont olyanok, akiknek semmilyen előismerete, általában is meteoritot mindig olyanok találnak, akiknek semmilyen Kőzet vagy ásványtani, vagy csillagászati, vagy bármilyen természettudományos ismerete nincs, és nem azt mondják, hogy egy dolomitot találtam, hanem a meteoritot. Tehát uh -huh. ugye ez a szokásos történet, és volt -e egy ilyen előzmény is, hogy egyszer megkerestek egy úgynevezett álmeteorittal, ami egy olyan, ami, ami ugye elvileg lehetett az álmeteorit, egy olyan meteorit, amiről nem tudjuk, hogy az-e vagy sem, hogyha nem az az annyi, hogy még nem tudtuk megállapítani, mert nem volt esetlegesen olyan vizsgálat, valami nagyon egyszerű, vagy akár egy laborvizsgálat, vagy pedig egy tudatos csalás eredménye. Tehát egy, ezek ugye állandóan fölbukkanak, egy ilyen egyszer bele kerültem, és ennek volt egy keresése, vagy úgy mondom, hogy egy utána nézése, én ebben segítő kezet nyújtottam, de a lényeg 2009-től kezdtem el gyűjteni, és úgy mondom, hogy ez egy magány gyűjtemény volt, messze nem a legnagyobb Magyarországon, talán az első tízben viszont benne van, nyilván ez nem egy kiterjedt kör, de azért sikerült. És euh, ugye, amit láttál, megmutattam, hogy itt nagyon lényeges számomra, hogy ugye ez kiegészül, ez az egész meteoritikai gyűjtemény, egy fő, földi kőzet és ásvány, illetve ős lényegében tartalmazó gyűjteménnyel, de én ezt úgy tudom mindig megfogalmazni, mint hogy tettem több alkalommal is, hogy ugye a föld is egy égítest, tehát én mindig azt mondom, hogy, hogy ugye mekkora erőfeszítéseket tett az emberiség, hogy akár ugye a holdról azt a 380 kiló körül, de akár ez a lunaszonda pár száz gramnyit, hogy ugye visszahozzanak, a földön egész egyszerűen az ember bárhol egy belerúg a fölszedi, és gyakorlatilag gyarapíthatja, és akkor nem is gondolunk bele, hogy ugyanúgy egy naprendszerbeli égítest, egy föltípusú bolygó a sajátunk is, ugye, hogy maradjunk legyünk Jogos, És azt mondom, hogy ilyen szempontból a földi kőzetek is egy planetológiai gyűjtemény részét képezik, úgyhogy nekem ez, szívem ez ugyanolyan közel álló, mint a, a kozmikus térségből érkező égítest, töredékek, darabok. Ez tök jól mutatja egyébként ennek az egész környezettudománynak a szemléletét valójában, amit igazából te képviselsz, ami tényleg egy ilyen teljes mértékben ilyen, hogy mondjam, interdisziplináris tudományok fölötti valami. Tehát, hogy, hogy nagyon jó, hogy egységként szemlélitek a, a naprendszert. Tehát tényleg ez, hogy a Föld is egy földtípusú bolygó. Na most, igen, azt hiszem talán zavarban lehet szerintem a hallgatóság olyan szempontból, hogy hogy, hogy ezek a meteoritek, na ezt is majd veszük meg, hogy meteor, Igen. meteor, és akkor majd mindjárt lesz egy kis szakmázás, de hogy igazából hogyan kell elképzelni azt, amit így már a bevezetőben említettem, hogy léteznek olyan kődarabok tulajdonképpen, amik le, leesnek a, a, az égből, ugye a meteor aztán a görögöknél eget jelent, hogy valami ilyesmit, mennyei dolgokat, ugye meteorológiában is ez a szótől, tehát a menny, mennyből lepottyan egy kő, és akkor kiderül, hogy az mondjuk Történetesen mondjuk a holdról, vagy a Marsról, vagy egzotikusabb példát mondjak, akár a Merkurról érkezhetett, mint hogy neked ilyeneket te konkrétan a kezembe adtál azon a gyönyörű napon. Szóval az, hogy hogyan repülhet ki egy bolygóból valami, hogy kerül egy darkő darab, hogy kerül az ide, és hogyan lehet beazonosítani, hogy, tehát hogy lehet ezeket megtalálni mint ahogy mondtad, hogy például egy mondjuk egy földi bazalt, az úgy ránézés nem nagyon különbözik egy holdi bazaltól, tehát valószínűleg ugyanúgy belerugnék az úton, hogyha egy pici holdi bazal darabot találnék, hogy lehet megtalálni be azonos, honnan, honnan, lehet kikövetkeztetni, hogy ezek honnan valók, és tényleg az, hogy hogy, hogy jönnek onnan ki. Ugye hát mi nagy rakétákkal küldjük fel az űreszközöket, most a marson nincsenek ilyenek, hogy mennek, hogy megy föl a mars közet az űrbe, és hogy jön ide. Tehát, hogy... Igen, honnan igen. igen, igen. tehát azt lehet mondani, hogy a földi meteoritok, ugye azt a darabot, amit megtalálunk, ugye az a meteorit, hogyha így a szó etimológiát vizsgáljuk, ugye van a meteor, a meteor az ugye nagyon tévesen, nagyon sok esetben ugye Összekeverik a meteorit. Tehát a meteor az maga az a természettudományos jelenség, amikor egy egy kisbolygó, vagy leginkább egy meteoroid, uh -huh. ö, tehát egy a légkörön kívül érkező kisebb, nagyobb kozmikus test. Ugye itt van egy elméleti határ, amit mindig máshol húznak meg, de legyen mondjuk a 10 méter, 10 méter fölött egy kisbolygóról beszélünk, 10 méter alatt meteoroidról. Aha. Hogyha ez a meteoroid eléri a, a légkört, és fölízik, ugye ennek is most így leegyszerűsítve, de ugye ez egy komplex ö, 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 folyamat része, de maga a meteor az, amikor az a hulló hullócsillag, ami egy jelenség. Tehát egy meteort sohasem találhatunk meg, mert a meteor az a jelenség. Ez önt, hogy egy napfogyatkozás sem tudsz kézbe venni, de a napot kézbe tudnád venni, ha hát tudnád ölelni, és nem égetne szénni. Tehát itt egy különbséget kell lenni, és hogyha ezt a légkörű zuhanást túléli, az a meteoroid, ami meteorként föllángol, vagy nem is lángol föl, de áthalad a légkörön, és lehullik, akkor beszélünk meteoritról. Na most a Földön található meteoritoknak a döntő többsége az kisbolygó eredetű a naprendszerben jelen pillanatban, ennek van egy pontos klasszifikáció, a Nemzetközi Csillagászati Uniónak van egy erre hivatott szervezet, ami ezeknek a, számozását, elnevezését végzi. Több mint 600 ezer számozott kisbolygó van. A földi meteoritoknak a 99,99%-a ugye innen származik. Ugye itt szokták említeni ezt, hogy ugye akkor ütköznek, a ütközés révén, a darabok letőnek, és azok leszakadnak, és különböző e, e, pályát bejárva eljutnak a földre. Nyilván ez is sokkal komplexebb, mert ez a kozmikus erózió, ami mondjuk egy e, e, kis bolygóból leszakít darabokat, ez ugye ennek van egy esetleges a naprendszer kialakulása idejében már megindult folyamata, most is van, de ez nem feltétlenül az ütközés, tehát ez is egy komplex dolog, de a lényege az, hogy kis bolygókból származó darabok érkeznek ide. Az a nagyon kis egyéb kivétel, ugye az, amit te is említed, ezek a holdi és marsi meteoritok, ugye itt annyi történik, mint a Földön egy becsapódásnál. Tehát a holdat vagy a marsot eléri egy másik kozmikus test, becsapódik, ott létrejön egy kráter, a kirepülő holdi és marsi kőzetanyag, áll után olyan pályára, ami valamilyen módon ugye keresztezi, hogy eléri a Földet, és utána holdi vagy más meteoritként tudjuk megtalálni. Na most nyilván az, hogy ez most melyik családba tartozik, ugye ez egy, egy komplet kérdés, ugye ezzel ugye geológusok foglalkoznak, vannak a témában ö, jártas, tehát meteoritikához és geológiához is értő Magyarországon is vannak ilyenek, például ugye, itt, ugye ezeknek a lehullott daraboknak szokott lenni egy ilyen klasszifikációs folyamata, amikor is ugye egy adott darabot megvizsgálnak, fizikai, kémiai viszonyít, kőzet és ásványtani paramétereit, és ez alapján megállapítják annak a, a különböző összetevőit, történetét, és utána ezek kapnak számozást. Ez a klassifikációs folyamat egyébként egy alulról induló dolog, ugye ez két dolog mozgatja, egyfajta egy üzleti ö, ö, érdek, mert hogyha van egy számozott, elnevezett meteorit, azon ezen a piacon, erről majd beszélünk, ahol ugye ilyeneket lehet vásárolni, ott nagyobb ö, árkategóriát képvisel, mint sem a nem klasszifikált. A másik pedig a tudományos ö, szempont, hogy ugye vannak nyilvánvalóan olyan meteorit darabok, amelyek valamilyen okból érdekesek, mert ritkák, vagy mert kevés van belőle, és ritka, vagy esetleg ugye a Holdit és a Marsit említettem, hogy ezeknek eleve a grammára jóval magasabb, mert kevés van, és, és amúgy is izgalmas, és ugye lássuk be, hogy ugye itt az űrmisszió kapcsán is ezeknek a megkutatására iszonyú mennyiségű pénzt áldoznak gyakorlatilag az 50-es évek vége óta. Éppen ezért, hogyha a földre hullanak, a kezünkbe tudjuk fogni, tehát sokkal egyszerűbb, és lényegében Úgymond, hogy plusz információkat kaphatunk. De ugye, az azt jól gondolom, gondolom, hogy az űrmissziók nélkül nem tudnánk, hogy azok marsi meg Holdi mette, Igen, Tehát az tett, nagyon tett, lényeges, ez így van. Ugye nagyon lényeges, hogy az, hogy ezekről meg tudtuk állapítani, az lényegében a közelmúlt, most ezt úgy mondom, ezt a közelmúltot, hogy legyen a mondjuk a 80-as évek, mm -hmm. amikor tudjuk már, hogy ez, és a legjobb példa, hogy volt ez a híres marsi meteorit, amit az akkori amerikai elnök mutatott be, hogy abba különböző életnyomokat találtak, mert kiderült, hogy nem úgy van. Az a meteorit például a 70-es évekbe került elő az mm -hmm. Antartiszról, de ez a nagyívű bejelentés, ez kb. 20 évvel Igen, ez később történt. Igen, történt. És amikor ezt megtalálták, akkor még ö, ugye nem voltak tisztában vele, hogy ez, ez honnan érkezett, és ö, honnan származott, tehát ez a tudás kell. Tehát ugye ezt, hát itt ebben a műsorban nem kell mondani, ugye, ugye a Hold és a Mars, ugye a legjobban ismert, a legtöbb űrmisszió ehhez a két égi testhez ment, a, a, ugye itt a, a, a bolygó misszió kapcsán, vagy egyáltalán naprendszer kutatás kapcsán, tehát ezeket olyan mértékben megismertük, ugye olyan mennyiségű minta is van akár a Holdi, hogy ezeknek az azonosítása az megtörténik. Számomra egyébként ez egyik legizgalmasabb kérdés, mint a kettőnél, hogy ezen belül vizsgálják, hogy például konkrétan honnan érkeztek, tehát a forrás krátereket. De ez hihetetlen. És, és sok esetben ezt meg lehet mondani. Egy nagyon közelmúlt beli eredmény, ugye volt a, említettük a Magyar Meteoritikai Társaságot, nem, ugye ennek van egy találkozó sorozat előadásokkal, és Rezes Dániel, aki egyébként Magyarországon mind a két téma az egyik legjobb szakértő és több klasszifikációt is végig. Itt, például most egy holdi meteorit kapcsán a, a, a doktoriát ilyen témából írja. Tehát itt sokan foglalkoznak vele, gyűjtőként, kereskedőként, ugye itt Kereszti Zsoltot, meg Kormolt kell megemlíteni, akik egy nemzetközi szervezetnek a tagja, és ez a nemzetközi szervezet jelent valamilyen szempontból egy biztonságot a vásárlóknak, ugye elhangzott, hogy most például egyáltalán honnan szerezzünk ilyet. Ugye találni nagyon nehéz, ugye ez szinte lehetetlen, pláne a magyar területen, ugye itt számtalan akadálya van ennek, ugye akiknek meteorit gyűjteménye van, azok jellemzően kereskedőktől vásárolnak, de itt nagyon lényeges egy bizalmi kérdés is, mert hogyha az ember fölmegy valamilyen felületre, ahol ugye bármit lehet használni ott meteoritot is talál, de ezeknek gyakorlatilag a 99 a nem az, hanem egy csalás. ugye itt van... Ilyen nagy arány. van, nagy arány, és ugye itt jön be az, hogy ugye az az A-meteorit, az A-meteoritoknak az a, a fajtája, ami úgy mondom, hogy nem tudományos csalásnak mondom, hanem egyszerűen ez a szimpla csalás kategória. Tehát nagyon lényeges, hogyha valaki ilyet szeretne vásárolni, érdemes azokat a kereskedőket megkeresni, akik ö, ugye tudják ezt ö, ismerik, garantálják, és, és, ö, és, ugye valamilyen szinten felelősséget is vállalnak, hogy ez az. A, az arra a kérdésedre válasz, hogy hol találják, ugye itt két nagyobb területet kell megemlíteni. Az Antarktisz, hogy említettük ezeknél a Mars, uh -huh. vagy ennél a Marsi meteoritnál, nagyon lényeges, hogy az Antarktiszról, hát most pontos számot nem tudok mondani, de körülbelül olyan 70 ezer klasszifikált meteorit van. Ennek egy jelentős része az Antarktiszra származik, de ezt amerikai és japán kutatók gyűjtötték. Ezek nem kerülnek kereskedelmi forgalomba, tehát mint hogy az Antarktisz is kizárólag tudományos célnal közelíthető meg, most itt nem, nyilván nem azok a egy-egy sziget, ahova el lehet az összes többi antartiszi állomás az tudományos kutatást szolgál, az itt begyűjtött meteoritok kutatóintézetekbe, egyetemekbe, laboratóriumokba kerülnek, ezek nem kerülnek kereskedelmi forgalomba, ellenben viszont a legnagyobb szám ezek az Észak-Afrikába talált meteoritok, azért mondjuk Észak-Afrika, mert az, hogy most éppen a határ melyik oldalán állsz a Szaharánál, mm -hmm. vagy valahogy, azt nem tudod megmondani, ezek ö, kerülnek kereskedelmi forgalmat, könnyű megtalálni, ugye, mert nyilván egy fekete, a jellemzően sötétebb testet uh -huh. a homokba. Most. Igen, igen, igen. Egyszer valaki <laughs> nekem azt mondta, hogy a Például az Antartiszra, gyakorlatilag az Antartisz havára kétféleképpen kerülhet kő. Az egyik az, hogy egy madár kiejti a szájából, és a másik a meteorikus eredet, és hát az, az előbbi a ritkább. Úgy, a, és persze ezt én is hallottam, hogy, hogy ott Marokkóban és Algériában ilyen hát egész berber törzsek vannak arra ráálva, hogy ott, ott tevékkel járják a vidéket, és fölkapkodják, amik vannak. És akkor igazából, ha jól értem, hogyha most a klaszifikált részét nézzük, akkor ugye az van, hogy mondjuk egy berber talál egy csomó meteorit jelöltet, mondjuk, és összeszedi a kosarába, és akkor tehát milyen munkafolyamat eredményeként jutnak el azok egy, egy olyan laborba, ami alapján, mondjuk, ha jól gondolom, itt ilyen hogy mondjam, ilyen izotóp összetételeket kell vizsgálni, azért azok nem, az, az nem egy egyszerű nagyítóval ránézek, vagy mikroszkóban. Tehát az egy, az, egy, az egy elég melós dolog, hogy egy bazad darabról megállapítsd, mondjuk, hogy az éppen a marsról, vagy a földről, vagy a holdról került ide. Tehát, hogy azért ez az, az nem egyszerű, és gondolom, hogy nem is olcsó egyébként egy, egy, egy ilyen folyamat. Tehát ez, 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 ez hogyan történik? Tehát vannak Például, tehát mennyire ritkák például azok a laborok? Hány, hány olyan hely van, ami alkalmas arra, hogy ezeket a vizsgálatokat meg lehessen ejteni? Tehát ez, hogy... Egyébként teljesen pontosan mondtad a folyamatot. Ugye itt az első állomás, hogy ugye meg kell találni. Egész konkrétan, hogy a Marokkót lehet mondani, ahol a legkiterjedtebb, hogy ugye erre ráálltak gyakorlatilag valóban ezek a nomádok, berberek, és ők nagyon érdekes módon attól függetlenül, hogy nem rendelkeznek tudományos ismeretekkel, sok esetben azt is meg tudják mondani, hogy valamilyen meteoritmus független attól, hogy ez ugye első ránézése nem evidens, hogy esetleg valamilyen ritkább és érdekesebb fajta. Utána ezeket vásárolják meg ott helyi piacokon, vagy pedig fölvásárolják különböző online formában, jellemzően vagy direktbe egy metelült kereskedők, vagy ilyen áttételesen, ilyen nagyobb-nagy kereskedők is úgy kerülnek forgalomba. Utána ugye a laborvizsgálat, hát Magyarországon ugye itt említettem, ott a Csillagászat és Földtudománykutatók uh -huh. központban történtek ilyen ö, klasszifikációk, nem is egy, hanem hát most már talán több tucat is, illetve ö, ugye jelentően az usa uh -huh. de a világ másrészt, uh -huh. biztos ez erőkevesebb ismeretem van. Uh -huh. uh -huh. Jó, hát ez, 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 ez <coughs> óriási nagy terület, tárgyterület, tehát ebbe aztán minden benne van. Meg egy érdekes dolog, hogy persze mondhatod, hogy Magyarországon azért nehéz, nehezebb a dolga az embernek, mint az antarktisz jegyén meg, meg a Szaharában, annak ellenére, hogy persze tudjuk, hogy persze nem kerülnek el minket ezek, csak ugye nehezebb a fűben észrevenni mondjuk, főleg ha az egy kő és nem egy vas, tehát ezért aztán gondolom, hogy amik innen előkerülnek és úgy szemet szúrnak, azok, azok jellemzően inkább olyan vas vagy vas tartalmú gondolom, de gondol, ez nem biztos, hogy igaz, de én egyrészt ezt gondolom, másrészt meg ezt annak a számlájára írom, hogy ez ilyen kimérési torzítás, ugye? Tehát, hogy egyszerűen egy kődarabot látok a fűben, azt nem veszem így föl. Van, így van, tehát <coughs> egy jóval többet. Ö megtalálsz a vasból, holott ugye ez valójában nem így van. ja, uh -huh. nagyon ritka, tehát olyan, uh -huh. hogy ugye vannak ezek az úgynevezett szemtanús hullások, ami azt jelenti, hogy látod is, és le is érkezik. Magyarországon 1944-ben volt utoljára én az a Mike, amit az elmúlt mondjuk két évtizedben, vagy még a évtizedben, ben már három évtizedben ugye hármat is találtak, az az úgynevezett talált meteorit, amikor ezek a földben rejtőztek, és valamilyen módon ugye előkerültek. Ezeknél azt nem tudhatjuk, hogy pontosan mikor érkezett le, de ugye pont, amit említett, hogy ezek a laborvizsgálatok, viszont szerencsére ezek erre pontos adatokkal szolgálnak, tehát ugye ezek képesek azt is megállapítani, hogy maga az égitest milyen fejlődési pályát írt le. Tehát ugye ez, hogy, hogy a, a egészen a kialakulásától és a ugye ez a kozmikus erózió érte, hogy ennek milyen folyamatai voltak, de azt is meg lehet mondani, hogy a földi erózió, tehát amikor már ugye itt a földön megtalálta volt, hogy itt milyen, e, milyen típusú hatások érték, tehát ezek komplexen kimutathatók ugye anyagtudományi vizsgálatokkal. Tehát ezek uh -huh. már pontos, nagyon korszerű laborméréseket feltételeznek, és ugye ezeken sok esetben pénz is múlik, mert ahogy említettem, az, hogy mondjuk valamiről kiderül, hogy az valami holdi vagy marsi, most mondok egy példát, ugye a marsi meteoritoknak van három fő típusa, amellett pár altípus, de van egy olyan altípus, ezt a, ez a black beauty-t szokták emlegetni, uh -huh. ami azért érdekes, mert az egy nagyon ritka, ugyanakkor ö, vizet tartalmaz, tehát például ez a, az a cél, ami miatt mondjuk az űrmissziókat elindítják a mars, ugye általában, vagy az élet, vagy mostanában, ugye a, a, a valamikori, vagy, vagy Esetlegesen létező víznyomok keresése, és akkor találunk egy olyan marsi meteoritot, ami tartó víznyomok keresése, és akkor találunk egy olyan marsi meteoritot, ami tartalmaz. Ez olyan fontosságú tudományos alapanyag is a későbbi vizsgálatokhoz, hogy ennek ilyen szempontból is van értéke a gyűjtők szempontjából, meg pláne, mert egy olyat birtokolhatnak, ami ilyen Bocs, de éveg. egy ásványtan, ásványtan az egyáltalán nem könnyítő emberként, azt hogy kell elképzelni, hogy egy kődarab vizet tartalmaz? Tehát vannak benne kis Igen, tehát, rékok, én, hogy... tehát ez úgy néz ki, hogy egész konkrétan, most itt egy példa, hogy, hogy említetted, hogy egy bazalt esetén, most tehát vegyünk egy magmás kőzetet, ugye most egy földi vulkanikus eredetű magmás kőzet, egy itteni bazalt, meg egy holdi között akár nem, nincs különbség, de ugye itt az izotóp arányokban, amit te is mondtál, van. Tehát itt van az, hogy ugye a holdat ismerjük, mert számtalan űrszonda járt, elrepülő, leszálló, autó, stb. ugye ember visszahozott közetet, tehát nagyon jól ismerjük, és ismerjük azokat a, az ottani vulkanikus eredetű, magmás közetekre jellemző izotop arányt ami esetlegesen meg tudja mondani, hogy ez egy holdi bazalt, vagy egy földi bazalt. A marsi meteoritok esetében is számtalan ilyen, ugye sok esetben ezek tartalmaznak apró zárványokat. A zárványokban elképzelhető olyan ö, gázbuborék, ami mondjuk a marsot is, mert ugyanígy ugye ott is megvoltak, ha ember nem is jutott még el, de megvoltak a, ugye az elrepülő leszálló egységek, stb. roverek uh -huh. szikáznak, és pontosan ismerjük az ottani viszonyokat. Most legyen szó a légkörről, és hogyha valamilyen ö, egy apró gázbúréknak azt az összetételét megvizsgálják, azzal azonosítható esetleg az a marsi légkör, uh -huh. ami van. Tehát, hogy Szerenciót. számtalan ilyen, de ugye ez az kell, hogy ismerjük. Igen. Egyébként tényleg azt inni az ember, hogy, hogy, mert mint én, ugye, Józan paraszt észel azt gondolnám, hogy ez egy viszonylag ritka dolog, hogy így a bolygók úgymond anyagot cserélnek egymással, mert ugye tényleg, hát ha az ember egyrészt belegondol abba, hogy, hogy hát ugye a világegyetem meg a naprendszer ugye baromi nagy, most ehhez képest például egy föld méretű céltábla, az spici. most ehhez, és akkor beleve be milyen valószínűleg esemény, hogy pont belecsapodjon egy, egy, egy aszteroida, kifröcsköljön egy csomó anyagot, aztán az év tízezredek, vagy akár milliók, nem tudom milyennek a jellemző de nap Rendszerben, amíg aztán véletlenül ráesik a Földre, és akkor ott még meg is találják, és hogy ennek ellenére ilyen, hát, relatíve nagy számban van. Ez, ez, ez tulajdonképpen csodálatos. Persze, aztán nem úgy van az a céltábla, ahogy én mondtam, mert egyébként a Földet eltalálni azért nem annyira nehéz, mint ha csak egy sima céltábla lenne, mert hát van annak gravitációja is, tehát mindegy. De hát azért mégis, mégis azt hinni az ember, hogy ez egy egy ritka. Esemény, és ahhoz képest engem például me melbevág, hogy egyébként éppen nemrég olvastam, hogy megtörtént a fordítottja is, hogy, hogy ugye mondtad, hogy az Apollo űrhajósok lehoztak 380 nagyjából 380 kilónyi holdkőzetet, és azt olvastam egy 2019-es cikkben, hogy az egyik Apollo 14-ről lehozott kőzet, a ben, ami egy ilyen breccsa, tehát egy több kőzetből összecementálódott nagy kőzet, kimutattak olyat, ami bizonyíthatóan föld, föld meteorit. Így van. Tehát, hogy, hogy, hogy érdekes odon, hogy a legrégebbi ismert földkőzetet a Holdról hozták vissza az űrhajósok, mert a földről is kirepült oda meteorit formájában. Tehát, hogy, de, ugye, e, és ezt is persze izotóparányok alapján, meg mit tudom én, hogy tudták belőni, hogy az bizony egy földi eredetű között, Szóval igazából elképesztő, elképesztő hogy, hogy milyen mennyiségű anyagcsere történik a bolygók között. És, és hát e, még egy dolog, dolog, ami eszembe jutott közben, és ez szerintem poén, úgyhogy el akartam mesélni a hallgatóknak, hogy van egy Jon Larsen nevű hol, ö, norvég jazzgitáros, akinek ugye egyszer jött az az ötlete, hogy hát olvasta a könyvben, amit te, te, is mindig szoktál idézni, hogy naponta hány tonnányi anyag esik az űrből a földre. Nem tudom, mennyi ez a, a szám. Négy tonnány. De valami rengeteg, ugye? És akkor persze nyilván tudjuk, hogy, hogy igen, hát, hogy a legtöbbből ugye nem lesz meteorit, mert ugye szétégnek világítanak, szép meteor lesz belőle esetleg, látjuk a fényjelenséget. De. Tehát aztán neki meg elkezdte ezt piszkálni a fantáziáját, hogy jó-jó, de hol van az az anyag? Hát valahol lennie kell. Úgyhogy, úgyhogy kiment Oszlóban a, a háztetőre, és elkezdte összesöpörni a port és utána bevitte az elektromikroszkópos ismerőseihez, szépen az érdekesebb adatokat, á, a darabokat átválogatta, amúgy úgy jött az ötlet, hogy egyszer épp a tetőn, tető, az erkélyen ebédelt, amikor egy egészen pici, milliméternél is kisebb darab az égből oda és nem tudta, hogy mi az, gondolta megvizsgálja, és akkor elkezdett erre el ráállni, és kézzel kiderült, hogy a több kiló porból, amiket a tetőről összesopör, mindig találnak, Bizo az általad említett módon bizonyítható módon mikrometeoritokat. Igen. Tehát, hogy minden tele van velük igazából, csak nagyon nehéz észrevenni. De kimegyünk az utcára, összesöprünk egy, egy kilónyi port, akkor abban jó eséllyel találunk kozmikus anyagot. Csak ugye ember legyen a talpán, mint, mint Jon Larsen, aki, aki rááll és, 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 megkeresi. De simán lehet, hogy van ott egy holdkőzet, vagy bármi <laughs> akár. Igen, igen. Ugye még visszatérve, amit említett a zenén, ugye, hogy itt ugye nagy számok vannak, tehát tulajdonképpen ugye ez a több tonnányi anyagból is töredék, ami valójában leér, pont uh -huh, amit említettél. Uh -huh. Emellett nyilvánvaló, hogy az a mennyiség, ami kirepül, most legyen egy kis bolygó, vagy eredet, tehát annak is töredéke, ami egyáltalán eljut a Föld közelébe, és utána, ugye meg itt kell beszélni hogy a meteorok jelenségnél, ugye vannak ezek a sporadikus meteorok, amik ugye azt jelenti, hogy, hogy ez a ö, apró, por uh, anyag, ugye ez megtalálható folyamatosan a földpályá keresztezve, és ez nem kell az, hogy egy uh, valamelyik, uh, mondjuk a perzédák jöjjenek, és egy elpusztult üstökös vagy kisbolygó, uh, vagy, vagy egyszer anyagot ledobó uh, üstökös uh, anyagon áthaladjon a föld, tehát ugye ezek mindig ideérnek, de ez is egy töredéke annak a mennyiségnek, amúgy egy kering gyakorlatilag a, uh -huh. a naprendszerben. A mikrometeoritok, ez nagyon érdekes téma, ez, ez egy Kapcsolódás, hogy Magyarországon is volt még a rendszerváltozás előtt a meteori észlelőknél volt ilyen felbúzás, ez a mikrometeoritot keresünk. Itt Igen. nagyon, viszont nagyon oda kell figyelni, hogy ennél bizonyíthatóan, tehát úgy mondom, hogy itt a laborvizsgálatok a döntőek. Mert Igen. ugye itt mondjuk egy egyszerű az, hogy mondjuk teszem azt, abból mondjuk egy mágnessel kiszűröd, ami fémeset, de, de ugye itt Igen. nyilván ez az egy környezet, Igen. így van. Igen. Tehát ennél Igen. nagyon lényeges, viszont ez tény, hogy lehet találni, és, és akik viszont úgy mondom, hogy a végén már erre ráállnak, és profiként tehát tényleg érdemes ezzel foglalkozni, viszont nagyon kell vigyázni, hogy ennél úgy mondom, hogy nehogy abba a hibába esünk, hogy annak gondolunk valamit. Tehát, hogy ennél a, úgy mondom, ez az amatőrgyűjtés, ez, ez, uh -huh. ennél egy fokkal uh -huh. érdemes tovább lépni. Hát igen. Na figyelj csak, hát ugye rohamosan telik a idő, és a témából még rengeteg van, de az biztos, hogy, hogy meg akartam kérdezni, hogy egyrészt, hogy mik azok az asztroblémek? Az aztroprovokra az, Annak igen. te egy szakértője vagy. És én meg azt se tudom, mi az. Igen, igen. igen. Na most úgy néz ki az asztroblém tulajdonképpen a szinonimája a meteorit kráter szónak. Nagyon egyszerű a a a, föld tanított, a geológiai szakirodalom, ugye a, az impact krátereket, vagy meteorit krátereket használja, a földrajzi, a geográfiai szakira, meg ez az asztroblémet, amelyiket egy rendkívül szerencsétlen szó összetétel, tőképpen egy csillagsebert jelent, hogyha most szó szerint lefordítjuk, de annak a földrajzos megközelítésű eh, szinonimája, de, de hogy semmi sem egyértelmű, és minden nincs fekete, meg fehér sok esetben asztroblémnek nevezik a, a, a nagyon az erózió, földi eróziónak kitett és nagyon régi, és nagyon lepusztult uh, metódit krátereket is. Tehát nem, néha nem szinonimaként használják, hanem az én eltemetett már csak nyomokban létező. Uh -huh. Tehát ez a kettő. Én megmondom őszintén, én azért szoktam használni, mert nekem valahogy ez most hülye hangzik, de tetszik ez a kifejezés, meg, meg sok esetben én a, úgy mondom, hogy a, ugye a környezettanos szálon inkább egy földrajzi megközelítéssel kapcsolódom, és ugye én nem geológus vagyok, tehát úgy mondom, hogy azért is ezt a földrajzi szakirodalomban bevett meghatározást szeretem használni, kettő pedig, mint tudományos újságira szokásos, hogy ne legyen szóismétlés, és ezért variálom az impact <laughs> igen. krátert, a meteorit kráteret, meg az astroblint, hogy ne legyen röhelyes a kedves olvasóimnak. Na jó, jó, jó. Egyébként érdekes, mert ez egy, ez egy hálás vita téma, hogy tudományos szövegben megengedjük-e a szóismétlést. Na, ez persze teljesen irreleváns, csak én általában most már képzeld el, én már oda jutottam, hogy inkább megismétlem a szót, mint hogy azt higgye az olvasó, hogy valami másról beszélek. De nem biztos. ennél, egy megoldás, hogy azt problémát is szoktak oh. akkor már, akkor már majdnem ugyanaz, és maximum, hogy azt hiszik, hogy Tehát azon nagyon észnék, Te is nagyon jól tudod, mint az ismeretteresztő vonaladon ezt jól ismered. Hát igen, nehéz. de, de hogy mi egész egész expedíciókat szerveztek a Hát akkor mondjuk, akkor már használjuk a szót az asztroblémek felderítéséhez, vagyis meglátogatásához, amik tehát, amit Meteor, Meteorit Kráter Expedíciónak hívtok, és, és, hát ugye több is volt belőle. Igen. Csak Igen. ugye a Covid miatt aztán nyilván ott is bebonyolodtak a dolgok, de hagyjuk is, de, de, de Európa vagy a világ nagy Európa területeit járjátok? Igen, igen. Tehát ez visszanyúlik, a, ez 2018-ban, egész konkrétan Makai Zoltán volt osztálytársam, kedves barátomnak e volt egy ötlete, hogy látogassunk el a legközelebbi e Magyarországhoz, legközelebbi Meteorit kráterez, a lengyelországi Moraszkóhoz. Ő nagy lengyel fanatikus, tehát onnan jött az alapötlet, hogy akkor ugye Lengyelország felé vegyük az irányt. És ezt úgy kell elképzelni, hogy ez ez megszületett ez az ötlet mondjuk május legvége, és június végén már úton voltunk. És ugye ez itt jön be, ugye nekem ez az ismereterjesztő, meg, meg, meg ugye mindenre, mindennek adjunk nevet, hogy akkor már utána egyből lett logó, Aha. elnevezés, stb. És így jártunk 2018-ban a Lengyelországban. Ugye ez a moraszkorról el kell mondani, hogy ez egy krátermező, tehát itt hét darab viszonylag kisebb kráterből álló ö, becsapódási ö, mező található, ö, ugye itt a krátertavak is, stb. stb. Egyébként egy csodálatos környezetben fekszik, tehát egy, egy ö, ilyen erdei környezetben hozzá kell tenni, hogy a, itt több mint két tonnányi meteoritot gyűjtöttek össze. Mikor becsapódás ö, ez? Ez a, tehát egyfelől azt el kell mondani, hogy ö, az elképzelések szerint ez volt Közép-Európában valaha volt legnagyobb, egyik legnagyobb becsapódás. Ennek a, 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 hullásnak a darabjai, tehát német, illetve lengyel területen is vannak olyan meteoritok, ami vélhetően ugye az az ég, érkező égitestről szakadtak le, és ugye itt értek földet, viszont ez egy nagyon-nagyon friss hullás, ilyen 5-6 ezer évvel ezelőttre teszik, ami nekem egy bánat, ami, hogy próbáltam azt, hogy nyilvánvaló, hogy ugye ez már az az időszak, amikor azon a területen ugye ha most az 5 ezer, 6 ezer évet veszünk, ott nyilván emberek is élhettek. Igen. Érdekes volna, erre vonatkozóan semmilyen publikációt nem találtam, ez amiben még tovább szeretnék menni, de viszont ugye a másik vonatkozását azért földerítettük, tehát ezeket a krátereket ö, ö, ugye vizsgáltuk. Nagyon-nagyon lényeges, hogy ugye itt a lengyelek ö, ezt egy kis építették, tehát itt konkrétan ilyen fogadóépülettől kezdve Bejáratom mellette viszont folyamatos a tudományos kutatás is, tehát még az elmúlt években is ugye adtak engedélyt, vagy helyi kutatók találtak gyakorlatilag hat, nagy, nagy sziklaméretű uh -huh. kozmikus testeket. A felfedezés egyébként az első világháborúhoz kapcsolódik. Ha itt valaki jár, egyébként lövőszárkukat is talált, nem véletlen, az első világháború során, ugye itt ilyen katonai műveletek zajlottak. Ez még a galíciai oldalon e, volt. Igen, vagy... tehát ez, és egy németek volt. Tehát, aha. E, hát ez, ez, ez vagy egész vagy ez a... Poznánnak a külvárosa. Ja, akkor az, a, az, az, a német birodalmi Igen, tehát oldani. ez már a német, igen. igen, aha, igen tehát aha, ez aha. A német oldalon aha, volt, aha. igen, és a, a ugye Poznán külvárosa, de onnan azért egy jelentő, tehát a, most a belvárosba veszük az eléggé kint van, de közigazgatásra oda tartozik, és a lövészárok, ásás, meg az ottani ilyen katonai műveletek során volt egy német geológus, aki megtalálta az első ottani meteoritot, vas, vas meteoritról van szó. Szóval hát. És gyakorlatilag innen lehetett tudni, most ezt azért úgy kell elképzelni, most egy erdélyi környezetbe, hogy ilyen töbörszerű bemélyedéseket találsz, ugye az előfordul a fölmész a hármas egyre is, bármi, vagy, ne, vagy, nem is kell ahhoz egy, egy felszínnek lenne, hanem bárhol találsz ilyeneket, de az, hogy az mondjuk meteorit kráter, ugye ennek megvannak bizonyos ismérvei, hogy miket kell megtalálni, ugye itt beszéltünk egy egyszerű, meg egy komplex kráter, ezek úgynevezett ilyen táralakú egyszerű kráterek, tehát ez azt jelenti, hogy egy nincsen központi csúcs viszonylag, mi egy e, igazán itt ugye ez a kirepülő törmelék leben sem már nem látszik a, most úgy mondom, az erózió miatt is, meg nyilván az, hogy itt ugye jelentős hajnövényzet van, stb. stb. Tehát, de az, hogy ugye meteoritot találtak, az egyértelmű uh -huh. bizonyíték volt. Azzal egyébként, hogy máig megjelennek olyan publikációk, hogy ezek mégsem azok, hanem ugye itt körülbelül itt húzódott a jégkorszaknál ugye az eljesgesedés határ, és ezt uh -huh. azzal hozzák összefüggésbe, de ugye ez, attól függetlenül, hogy szakcikként megjelenik teljesen tudománytalan, mert ahol találnak két tonnányi meteoritot, és hozzá táralakú egyszerű krátereket, meg egyéb is Meg mérvek. ezeket az üvegizéket, nem ilmenít, itt, hogy, hogy e, igen, a, tek, a tektitek. Tek igen, igen, most igen. itt konkrétan nem találtak, viszont a másiknál akkor áttérünk. Ott talál, tehát összefügg, ugye ez a másik helyszín, ahol utána jártunk, amíg is két, ö, ö, meg ugye még voltak kiegészítőtök arról majd pár szó, de a másik két kráter, ez egy Iker kráter, ez Németország, eh, Magyarország és Baden-Württemberg határán. Az egyik, az egyik, a másik, a másik oldalon található ez a Rész és a Steinheim kráter. Az egy, eh, ugye ez egy, ezt úgy kell elképzelni, ez a becsapódás, ez egy idejűleg, ez jóval régebb, ez 15 millió évvel ezelőtt zajlott, hm. 15 millió évvel ezelőtt egy, egy, eh, egy kis bolygó és annak a holdja csapódott be. Oh. Egyes számítások szerint a hold a kisebbikért földet először, aztán százméteresnek mondják, ez a százméteres test hozott létre egy 3-4 kilométeres krátert, és a 1 kilométeres pedig a nagyobb a 24 kilométeres. És az az, amiben ott egy egész város így van, így van. Azt úgy kell elképzelni, hogy egész konkrétan ebbe a 24 kilométer átmérő RISZ Meteorit kráterben 99 település található. Mm -hmm. Van egy nagyobb város, de azt szokták mutatni, de ott kicsit csalóka, mert az, amit ugye mutatnak, Város, az a városfal és az nem a kráter. Tehát az nem attól kerek, hogy Így van, az nem attól, mert ez a, gyakorlatilag a csalás. egy, majdnem a közepén, Egyen. tehát úgy mondom, hogy körülbelül a közepén találtad, ez sem pontos, mert ráadásul ugye ez egy ilyen többgyűrűs kráter, tehát ott a belső gyűrű közelébe található, tehát ez a valamennyire ez kimutatható a településen, de viszont ott van egy torony, és a toronyból, a templomtoronyon látszik ez a gyakorlatilag, hogy most nagyjából most azt veszik, hogy a középen, tehát olyan 12 km-re az a fal azért mm -hmm. látható, de a kisebbik a Steinheimben sokkal inkább ez az érzése van az embernek. Mm -hmm. Tehát ott gyakorlatilag, hogyha az a kráter perem, mert kívülről nézett, az is látszik, a kráter peremre fölmész, látszik ugye ez a, a a, a gyakorlatilag az a, az a depresszió, és ami nagyon-nagyon lényeges, hogy a, hogy a Steinhem kráternél megvan a központi csúcs is, és a szakirodalom, az a ugye 190 darab meteorit krátert ö, ö, kanonizáltak, tehát annyi van, aminől biztosan lehet tudni. Ezek közül a a szakirodalom azt mondja, hogy a Steinhemnél van a legjobban megőrződött központi csúcs. Uh -huh. Ez azért érdekes, mert az emberek nagy része a holdon előbb Még lát központi lász. csúcsot, mint a Földön. Uh -huh. Meg Krátert is. Így van, van, eleve. Így van. Ez, ja, ez pontosan. Egyébként igen. egy megjegyzés, hogy, hogy a szokásunknak megfelelően időközben bekapcsoltam a telefonvonalakat is. Tehát él a telefon 215 a budapesti előhívószám után, így hogy már sajnos ráfordultunk az utolsó negyed órára. De közben azért folytassuk. Tehát akkor, akkor volt ez a leg Legalább kettő ilyen expedíciótok. Így van. És lett volna folytatás, ugye egész konkrétan 2020-ban, a Svédországa milyen kláterhez. Hú, rögtön itt is van a telefon, hogy meg is kellek, hogy vedd föl a fülest, hogy halld a kérdést. Halló, ébresztő, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, kis ember! Rendkívül izgalmas a műsor. És egy olyan kérdésem lenne, hogy egy ilyen meteorit, ugye jön a mínusz 270 fokból, utána fölízik nem tudom hány száz vagy ezer fokra? Ezrek, ezer, több Ezrek ezer fokra, fokra. Igen. És utána meglehűl, 40-re. Igen. Hogy ez, ez a szerkezetében milyen? Hmm. Milyen változásküdő elő, és ezek után honnan lehet biztosan megállapítani, hogy ő mit oda. Na, ez egy nagyon jó kérdés, ez rendkívül szinten. jó kérdés, és pontosan így van, és Köszönöm, még, rá, bocsánat, egy ö, mondat, hogy így lehet sok esetben megállapítani azt a tudományos csalást, hogy valaki a Földön megtalált egy meteoritot, ami akkor hullott és forró volt, ez sohasem forró, mert annál a légköri zuhanásnál, amit ugye produkál, ugye itt egy szabad esésről van szó, egy bizonyos méret alatt, a szabad esés után, akkor leír, akkor egyszer nem az, hogy nem hideg gyakorlatilag. Uh -huh. Tehát fölveszük, nem forró. Ezeket gyakorlatilag ezeket a sok hatásokat, ezeket mindent, ki, nagyon érdekes módon, ugye ezt a, Érdemes lenne egyszer Ezes Dániát ajánlom, aki ugye mm -hmm. mondtam, hogy ennek a laborvizsgálataival foglalkozik, és ő tudna ebbe pontosan információt adni, de a lényege az, hogy minden ilyen kozmikus eróziót és földi eróziót is ki lehet mutatni ezeket a, a, ezeket a sok hatásokat. Csak most mondok egy példát, ugye a legtöbb meteoritnál, ami gyűjteményi egy ö, darabként, vagy úgy szokták mondani, ez a múzeumi példánk tehát olyan szépségű. Ugye van ez az orientáció. Ez az orientáció, ez visszautal itt az űrös műsornál, hogy hogy van kiképezve mondjuk egy szójuz kabin, ami visszatér, az a kúpos alak. Ezek is mondjuk a visszatérésről, ha nem pörög a, a visszatérés során, fölvesz, egy, tehát egy irányba halad, föl a a, gyakorlatilag az erózió révén fölvesz egy kúpos. Alap, alap, a így van, így van. Tehát az a lényeg, Csalálatos. hogy ezek fizikai láthatók. Ke Igen. Kettő vannak, ezek a nyelveknek hívják. Ez azt jelenti, hogy ugye most visszatérve, mondjuk van egy hanglemez, ugye volt az A meg a B oldal, egy irányban halad, és ott megolvad, ez az olvadási kéreg létrejön, ez megolvad, de néha a követő oldal is átfolyik egy ilyen nyelvként. Uh -huh. Tehát egy csomó ilyen Szabad szemmel látható bizonyítéka is van ennek a, az áthaladásnak. És emellett pedig ugye ki lehet mutatni, nyilván a laborvizsgálatokkal sok minden, de ott már Igen. ugye nyilván olyan szakember szükséges, aki ezt még, jól is. Még annyit tennék hozzá, mert ez abból a szempontból is érdekes, hogy id, volt is erről adásunk, hogy időről időre felvetődik, hogy a bolygók esetleg élettel összefertőzhetik egymást, ugye ez a pánspermia elmélet. Ez pont azt jelenti, hogy mondjuk a Marsról jön egy Meteora földre, és akkor életnyomok vannak benne. Na most, bocsánat, mindjárt fölveszem a telefon, csak befejezem ezt a mondatot. Tehát akkor az van, hogy, hogy, ugye ez nem volna lehetséges, hogy életben marad, hogyha annyira felmelegedne a belseje, és a számítások valóban azt mutatják, hogy 50-60 fok fölé nem emelkedik föl a belseje, mert egyszerűen olyan gyors az áthaladás a légkörön. Hiába van kint több ezer fok. Haló, jó reggelt, szokolébresztő! Jó reggelt, ha már a biznisz mindenhova betölt, van már olyan meteorit, aminek van NFT-je? Vagy lehet erről tudni valamit? Ugye ez ugye nem helyettesíthető tokennak a rövidítése. Ah. Akkor nagyon jó a műsor hallgatok. Köszönjük. Benne. Tehát, hogy, mármint ha jól gondolom, akkor ez azt jelenti, hogy például en, 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 en nem helyettesít. Oopát, hát, noha, én nem tudom, tud, tudsz tehát az a lényeg, hogy a metalitikai piac ugye két típusú darabot lehet ugye vásárolni. Vannak ezek a klasszifikált példányok, annál lehet tudni, hogy, hogy ugye Honnan jött, uh -huh. milyen eredete, hogy ez lehet kis bolygó, hol más, erről beszéltünk, de ennek van egy ilyen certifikációja, le van írva, hogy ez, ez vagy az. Ugye vannak pedig olyanok, amiről lehet tudni, hogy meteorit, mert teljesen egyértelműen megállapítható, de nem uh -huh. volt vizsgálata. Ezekből lehet esetleg jóval nagyobb darabokat venni, Úgy gondolom, hogy normális. Áron, amiről tudjuk. És az árfolyamot légy, lényegében a, ce na, a certifikáció határozza meg. Hát igen, meg azt, hogy esetleg igen. mennyi van belőle, ugye ez is olyan, hogy vannak olyan meteoritok, amik hmm. eléggé gramnyi mennyiségek vannak, abból esetleg egy fragmentet, egy, egy nagyon töredék az, az és is iszonyú pénzekbe kerül. Közben jött még egy telefonálónk, aki elmileg itt van a vonalban. Halló, szókor ébresztő. Itt, itt vagyok, igen, József vagyok, és e, elnézést, hogy nem a meteoros témához szeretnék oh. hozzászólni, hanem még a maratonnal kapcsolatban. Oh. Én vittem el az átállás oh. festményt. Jaj, köszönöm. Ezzel, ezzel kapcsolatban lenne nekem egy kérésem, és esetleg valahogy hogy tudnánk mi kapcsolatba lépni így az adáson kívül? vagy e-mailben, vagy valahogy persze. Csak, hogy leírnám, mit szeretnék, és mire gondoltam, és esetleg egyeztetnénk. Akkor. Rendben, persze. A, 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 a Van a műsorunknak egy e-mail címe, a sokolebresztókukacgmail.com okay, És nagyon akkor szépen ír, köszönjük ír, 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 mindent. Remélem nem akkor okozott csalódást a Nem, nem, a fest. Semiképpen, semiképpen <síthat> semiképpen. És egyébként az a fest, kapcsolódik a témához, mert az a festmény is is tartalmaz, egy, egy, nagyjából egy mikrogramnyi, holdi eredetű meteoritikus port. Igen, úgyhogy, hogy, úgyhogy hogy, kötődik hogy is. Ilyen is úgyhogy jó, köszönöm szépen, csak ennyit akartam. Rendben. Oké, levelet, oké, okay, köszönöm, köszönöm, köszönöm szépen. Na most igen, 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 ezúttal is nagyon köszönjük. Hú, hát volt még e-mailbeli kérdés is, ezt gyorsan, gyorsan felteszem, amiközben bejött e-mailbe az egy, egy, érdekes kérdés egyébként. Zoltántól jött a kérdés, ami úgy szól, hogy a Star Wars nézve foglalkoztat a kérdés, hogyha egy nagy bolygó ripsrop eltűnne a naprendszerből, annak milyen hatásai lennének a többi bolygóra. Tehát, hogy így hirtelen varázsütésre eltűnne egy égitest a naprendszerből, hát persze nem mindegy, hogy ez a Merkur vagy a Jupiter. Egyébként azért gondoltam, hogy ez esetleg kapcsolódik is a témány mehoz, mert most erre gyorsan válaszolok, ha jött ez az e-mail, tehát hogy, hogy szerintem, ha például ugye a Jupiter, és a, és a Marsnak például nagyon fontos szerepe van abban, hogy például a legtöbb kisbolygó ott van, ahol. Tehát ugye van egy kisbolygó, ő, ami a Mars és a Jupiter között húzódik. Hova tovább a Jupiternek vannak ilyen saját kisbolygó nyájai, úgymond a trójai, meg a görög kisbolygóknak nevezik ezeket, amik lényegében ugyanazon a pályán keringenek, mint a Jupiter, nem a Jupiter körül, de a Jupiterhez kötve. Ha mondjuk a Jupiter-t eltüntetnénk, akkor, onnantól ke akkor például ezeknek a kisbolygó bolygóknak a pálya is természetesen módosulna, hiszen már nem lenne stabilan kötött a helyzetük. Tehát például egy, esélyes válasz lehetne, hogy hirtelen több becsapódást tapasztalhatnánk, és hogy emiatt aztán kicsit kapcsolódik is a mostani témánkhoz. Tehát bizony a naprendszer stabilitása ugyan nem esne szét, tehát hogy a bolygók nagyjából ugyanúgy mennének a nagybolygók, mint eddig, nagyjából, de például ugye az aszteroidák, kisbolygók, meteoroidok, azok bizony elkezdenének Furcsa, furcsa, pályákon mozogni, úgyhogy reméljük nem fog ilyen történni. Ez mondja, a Star Wars nézve jutott eszébe az ötlet, tehát ha egy Jedi eltüntetni a Jupitert, hogy valami ilyen trükk történne, akkor bizony ez nem lenne jó ilyen szempontból. Na, viszont ö, őrülten közeledik a műsor vége, ánni, viszont nem, nem hagyhatjuk ki, hogy ne kérdezzelek gyorsan meg címszavakban a közeljövőbeli terveidről, főleg ami a marsi meteoritokat illeti. Igen, ugye én a témában összefüggésben ezzel a Meteorit Kráter Expedícióval én egy, egy, BSC szakdolgozatot jegyeztem, most hogy terve van vév, hogy ennek lesz azért folytatása. És ugye említettem azt, hogy itt a holdi és marsi meteoritoknál egy rendkívül izgalmas kérdés és külön kutatási témát is jelent, ugye a forrás hogy honnan jöttek. Ugye ebben nyilván egész százszázalékos pontossága nyilván nem lehet, de nyilván ugye a tudományban Soha nincs biztos, nyilván az adatgyűjtések után az újabb elméletek ugye kiszoríthatják, vagy modellek a, a régieket, de ugye vannak elképzelések, a, ugye a említett marsiaknál és a fő ö, három hogy azok ugye honnan érkeztek, a holdiaknál konkrétan lehet tudni, meg még azt el kell mondani, hogy általában ezek ugye nem olyan számos, se a holdi, se a marsi, de viszont ez a számosság is jóval kevesebb, mert ezek sok esetben ugyanab, ugyanonnan, ugyanakkor indultak el, csak esetleg ugye ezeket pereknek, vagy pároknak hívják, hogy később találják meg, esetleg kilométerekkel a de mondjuk a laborvizsgálatok, de itt ez ugyanaz a, a, az eredet. Na most én, amivel elkezdtem most foglalkozni, vagy, egy, vagy úgy, úgy mondom, egy ilyen kutatási témát jelent, ugye a forráskereteket keressük, én pedig a, a földi hullási helyszíneket. Ugye meg a szakdolgozatomnak volt egy ilyen kis elméleti része, nem a főcsapás irány volt, ahol esetleg a holdi és marsi, vagy főképp ugye a marsi meteorit, esetleg kráter képződését vizsgáltam, hogy az lehetséges-e, ugye itt a méretek összefüggésben, viszont nagyon senki nem vizsgálta azt, hogy, hogy a, azok, ahol földet értek ezek a 150 200 marsi meteorit, nem tudom a pontos számot, hogy ugye ott azok milyen körülmények között lettek megtalálva, ott esetleg leírnak krátert, vagy, vagy ugye szokták mondani a kráter gödröt, ami gyakorlatilag nem a egyszerű kráter, hanem egy sokkal e, kisebb forma. Ezeknek a, egyfajta egy ilyen big data jellegű hm. áttekintését próbálom, ami azért rendkívül nehéz, mert ugye ez, ezekről csak ilyen szorványos leírások vannak, de ebbe próbálok valamilyen rendet vágni. Hát ez nagyon jól, ez egy nagy munkának hangzik, ezzel azt hiszem elleszel, vagy ellesztek egy darabig, de viszont rendkívül érdekes. Úgyhogy hát véget ér a műsoridő, úgyhogy valami olyasmit kell mondanom, amit a amit a gyorsétteremben szoktak mondani, hogy, hogy, nagyon köszönöm, szia, gyere máskor is, ugye ezt szokták mondani a Mekiben, azt hiszem. Na és, és, ez így is van, illetve hát addig is, kedves hallgatók, tehát olvasgassátok a Rezsabek Nándor Science blogot, aztán persze ne hagyjátok ki a planetology.hu-t, aminek a szerkesztő csapatának a Nándi szintén oszlopos tagja. Van nekik egyébként még podcastjuk is, planetológia beszélgetések címszó alatt, nagyon jó dolgokat műveltek. Ezek most nem, nem mondok itt pontos, csak ilyen kulcs cool szavakat, hogy impulzus, meg planetology.hu, hu, lezatologiy.hu illetve Rezsabek Nándor Science Blog. Erre felé elindul, elindulva ö, nagyon sok érdekes tartalmat találtok. Persze ne feledkezzetek meg a szokolébresztő felületeiről se, tehát ott van például a sokolebresztó.hu ami most már egy közvetlen domén ami elvisz egyébként a parallaxisnak arra az aloldalára ami a szokolébresztő műsorról szól és egyébként is ugye nyilván a, a parallaxishoz tartozó Soundcloud meg Youtube meg én nem tudom milyen csatornákat csatornákon visszahallgathatók lesz az adások, meg persze a tilos archívumában is, és csütörtökönként a hú doménen keresztül, eljuttuk, meg persze a tilos is, és csütörtökönként a hú doménen keresztül eljuttok a kísérő cikkig is, mert mindig ugye adások után csütörtökre írok valamit hozzá, úgyhogy erről a mai adásról is írok hozzá, úgyhogy ilyesmi van, hát azonnal beütött a 10 óra 0-0, úgyhogy pánik szerűen elhagyjuk a stúdiót, nagyon szépen köszönöm még egyszer Rezsovek a rendkívül megtisztelő és borzasztó érdekes beszélgetést, amit órákig tudnánk folytatni, de nem fogjuk most, hanem majd talán egy szép másik napon. Viszont, hát kedves hallgatók, nektek pedig uh, további szép napot és jó hetet kívánok. Sziasztok! Hamarosan jön a következő rész.